És akkor témát váltunk. Magyar ellenes hangulatban melegítettek be hídfőn a Sepsi OSK játékosai a voluntári stadionban a bukaresti Juventus elleni mérkőzés előtt. Fél órával a kezdőrugás előtt a csapatok pályára léptek bemelegíteni, és ekkor az aréna hangszóróiból egy magyar ellenes vulgáris szövegű román dal szólalt meg, szóval nem éppen egy folklórkincs. A klub elnöke Csinta Samo vendégem, beszámolunk a részletekről. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nos, a csapat 2-0-ra győzött, hogyan bogyolódott tovább ez a történet, mi a végkifejlete? Hát ha már a 2-0-al kezdtük, akkor ez a 2-0 nagyon nagy mértékben segített abban, hogy elfelejtsük, illetve könnyebben feldolgozzuk azokat az atrocitásokat, amelyek megelőzték a mérkőzést. Természetesen mindjárt az említett dal elhangzását követően elkezdtünk agyalni, hogy akkor mit lépünk erre. Szerencsés momentumnak tekintem, hogy a szurkolótáborunk még nem volt benn a stadionban. Tehát még nem engedték őket be, mert azt is el tudom képzelni, hogy mondjam, csak nagyobb ribillió túl csorduljon az a bizonyos indulattömeg. De hát ezt megúsztuk. És ezzel különösebben nem kellett törődni, viszont azt ki kellett találni, hogy akkor hogy is legyen, hogyan reagáljunk. De ebből a szempontból is megelőztek bennünket, ugyanis mérkőzés első perceiben már is kaptam az SMS-t a szövetségi megfigyelőtől, aki jelezte, hogy regisztrálta az esetet, és ez szerepelni fog a mérkőzésről szóló jelentésben. És alig néhány perccel rá a Román Labdarúgó Szövetség főtitkára hasonlóan SMS-ben, hogy borzasztóan sajnálják, elnézést kérnek, és természetesen mindent megtesznek, hogy az ügy méltó büntetésbe torkoljon. Végül kiderült, hogy mi történt? Egyértelműen nem tudott kiderülni, mert hát mindenféle gyermetek magyarázkodások zajlottak. Hát ott volt ugyebár egy fiatalember, aki nyomkodta a gombokat a stadion hangosító berendezését irányítandó, és ő azzal magyarázkodott, hogy az a bizonyos adathordozó, amin rajta volt ez a bizonyos szám, az nem az övék, azt ők a Juventus klub képviselőjétől kapták, hogy ezt játsszák be. Na most ezek maradjunk annyiba, hogy minimum gyermetegek, de használhatnék nyilván erőteljesebb kifejezést is. Mindjárt a mérkőzést követően hát több televíziós társaság megkérdezett erről, és mondtam, hogy én szerintem rossz irányból közelítünk, mert ebben a történetben nem az az érdekes, hogy összekeveredtek ki az adathordozók vagy sem, hanem az az érdekes, hogy valahol, valaki, valamikor ezt a dalt felmásolta egy bizonyos adathordozóra, valamilyen céllal. Aztán innentől kezdve teljesen mindegy, hogy valaki tudatosan vagy véletlenül nyomta be azt a bizonyos adathordozót, a szándék, a lényeg és az a késztetés, ami fölmásoltatta valakivel ezt a dalt. Úgyhogy szerintem innen kellene elindulni, és én őszintén mondom, hogy roppant dicséretesnek tartom ezt a gyors, azonnali és egyértelműen elítélő reakciót, amit egyrészt a közvélemény, a média, és azt követően pedig az illetékes szervek tanúsítottak az ügyben. De gyakorlatilag akkor a klub lezártnak tekinti ezt a történetet, innentől kezdve. Igen. Volt egy zárójel bennünk, úgymond, hogy ha ez a bizonyos alapos vizsgálattal és büntetéssel való idézőjelbe fenyegetőzés megmarad egy ilyen elmaszatolás, elnyebennyézés szintjén, akkor meglépjük a magunkét. De minek utána szerdán délután nyilvánosságra került a Fegyelmi Bizottságnak a döntése, mi szerint összesen 19.000 lejre büntették, bírságolták a Juventust és egyes embereket a Juventus keretében. Úgy ítéltük meg, hogy ez elég erőteljes gesztus olyan értelemben, hogy igen, a szövetség szándékai komolyak, ami a rendteremtést, a sportszerűség visszahozását és egyebeket céloz. Pár percünk maradt még hátra, kihasználom az alkalmat, és akkor megkérdezném, hogy ugye Csinta Samót újságíróként, íróként ismeri a nagy közönség, ebben a minőségében még talán, legalábbis ebben a stúdióban nem találkoztunk Csinta Samóval, klubelnök. Milyen célokkal vetted át a klubot, mi az elképzelés, hová szeretné a város felgyűrni ezt a csapatot? Ugyanis az első ligában küzd tavaly óta talán. Hát igen, ez az első bajnoki idény az első osztályban. Hát egyértelműen a bemaradás a legközelebbi cél, és én azt mondom, hogy reális esélyeink vannak erre. Az egyetlen veretlen csapat vagyunk a rájátszásban, úgyhogy remélem, hogy a szombati meccs elleni bajnoki találkozón ez a sorozat folytatódik. Persze tisztában vagyunk, hogy a Liga 1-es csapat a kirakat,
és majdnem mindenki a csapat szereplése tükrében ítéli meg a klub tevékenységét, holott azért sok minden egyéb is van. Hát nagyon röviden én arra szerződtem, hogy a szinte, megint csak idézőjelbe, egészségtelenül gyors ritmusban fejlődő és egyre följebb jutó csapat mellé, mögé, alá megfelelő, működőképes klubstruktúrát építek. Ez az egyik. A másik az, hogy a jelenleg is 220-230 fiatal számláló utánpótlás bázisunkat tovább szélesítsük, tovább izmosítsuk. Ezáltal egyre több játékos tudjunk a nagy csapat keretéhez közelebb vinni. És harmadrészt pedig az az infrastruktúrális fejlesztés, amely már elkezdődött bizonyos mértékig Sepsiszentgyörgyön, és ami egy elit kategóriájú háromcsillagos 7500 néző befogadására alkalmas stadion megépítését célozza. Nos, én úgy gondolom, hogy ezek mind-mind olyan kihívások, amelyek elől hát egyszerűen nem szabad kiállni. Ezt úgy értem, hogy a stadion már épül. A stadionnak a földmunkálatai elkezdődtek. Mi az ütemterve? Nagyon ideális, ha egyáltalán lehet az ideális fokozni esetben, jövő augusztusra meg lesz a stadion. De legyünk azért realistábbak, még egy fél évet pakoljunk rá, tehát 2019 végére mindenképpen el kell készülnie. A következő meccs mikor lesz? Szombaton, Meggyes ellen, 13:30. De rossz hírem aki rácuppanna. Rossz hírem is van, az összes jegy elkelt már. Hát ezzel szerettem volna zárni, azért is kérdeztem meg. Nagyon sok sikert kívánunk hozzá, Csinta Samu, érdeklődve követjük a Sepsi OSK-t. Köszönöm, igyekszünk majd megszolgálni a bizalmat és az érdeklődést.